mágia nem mindenható, a tudomány se. A mágia nem gyógyítja a rákot, és nem visz el minket távolabb a holdnál, úgyhogy nem is próbálkozunk. De a pragmatikus világban, a tudomány világában soha nem adják fel. Sunnolt nyomozó vicsitai rendőrség. Armand Beaufort, nagypályás légiségkereskedő. Borsódzik a hátam. Igen, valami nem stimmel. Óvatosan. Fedezlek. Sorbó, Kőszegi Ákos. Paradoxon. Készült Christos Engage képregénye nyomán. Steph Song, Hősi Ildikó. Christopher Judge, Bognár Tamás. AC Peterson, Koroknai Géza. Alison Down, Farkasinski Edith. Jerry Wasserman, Rosta Sándor. Michael St. John Smith, Cséh Németh Lajos. Magyar szöveg Koszper Gábor, hangmérnök Bűn Gergely, vágó Pilipár Éva, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Faragó József. Itt mögötted. Bocs, Helen. Semmi baj. Van hír Poole-ról? Nem, még semmi, csak idegeskedem, amíg kórházban van. Erre van a hulla. Kaphatnék itt egy kis helyet? Még egy fura eset. Ugyanúgy halt meg, mint a tegnapi drogdíler. Összefügghet a kettő? Azt mondanám, igen. De... a dílerből nem szedtünk ki semmit, de ez most sokkal frissebb. Szerinted elmondhat valamit? Hát... kérdezzük meg. Jól van. Na lássuk... kis csendet kérek. Drág, mene. Késa, hamon drág. Mene, Késa. Hamon drág. Hamon Késa, Gézijek. Zájkon.
Zajnik Hamon. Zajnik Hamon. Jól van. Mr. Balfour. Mr. Balfour. Mr. Balfour, hall engem? Igen, hallom. Siess, majdnem a túloldalon van. Látta a gyilkost? Nem. Éppen dolgoztam. Mögöttem volt valaki. Egy halk furaz öreg. Tudja, ki akarhatott ártani magának? A fény. Olyan ragyogó. Mr. Balfour! Mr. Balfour! Csak ennyi? 20 másodperc? Hiányzik a félfeje. Örülj, hogy visszajött. Chicagóban visszahoztak olyat is, akit a 10. dobtak le. Hát sajnálom, én csak egy harvardi nekromanta diplomával szolgálhatok. De ha azt hiszed, hogy könnyű, csinálte? Helen, nem úgy... Helen! Helen! Ne már, Helen! Várj! Nézd! Én sajnálom, a társam a kórházban küzd az életéért, a neje mindjárt szül. Tudom, sajnálom, túl reagáltam. Egyesek szerint a nők nem olyan jó nekromanták, mint a férfiak. Idióták, nálad jobbat nem ismerek. Hogyan már? Van itt valami, amit mutatnék. Láttál már ilyet? A 10 alatt nem. Hát, napról napra furább a világ. Jó, akkor ez nyugodtan mondhatod. Napról napra furább a világ. Igen? Mi a helyzet? Még itt vagyok. Poolhad nagy lakásán. Sajnálom. Rendbe fogom hozni. A kapitányságon. Hagyjon már! Gyerünk! Szedjék le ezt az átkozó bűncset! Fogja be! Segíts! Nem! Ügyvédet akarok! Gyerünk! Letartóztatjuk a hölgyet tiltott anyagbirtoklásáért! Ne! Tannis gyökér! Mióta nem kapott adagot? Nem tudom, azt mondja tegnap, hogy... De hát ő maga mondta ezt. És maga hitt neki? Csendet! Megnézte a szemét? Nem. Akkor nézze meg! Mutass meg! A földre! Hé, szépségem! Megvan! Soha! De soha ne higgyen bűnözőnek! Van szeme, van esze! Használja! Hogy mi? Hol a farkas fűspré? Hol van a farkas fűspré? A kocsiban! Meg is hallhatott volna, máskor gondolkozzon! Son! Akár mindenki meg is hallhatott volna ideben! Son! Az irodámba. Gyerünk! Son, bezárnád az ajtót? Ezek a poharak mocskosak, de ez a pia biztosan megöl szinte akármit. Reméljük, minket nem. Mi a frász történt, Sean? Rablás. Semmi szokatlan. Bementünk, és minden felfordult. Ilyet nem láttam. Poole kapott egyet tarkóba, az egész el van cseszve. Engem is eltalált. A rossz szokásom mentett meg, ezt nézd. A cigarettatárcám állította meg.
Soha nem láttam ilyet. Mi ez? Leküldöm a labornak. Te aztán mázlista vagy. Elnézést. Semmi. Nincs nyoma mágiának. Mi? Hogy röpítenek egy fémdarabot egy fickó fejébe, mágia nélkül? Fogalmam sincs. A tettest egy kiméra vitte el. Igen, de a zsákutca kimérát olcsón lehet szerezni feketén. De Beaufort nem Priusos? Párszor hamisítással vádolták, de... alap nélkül. Visszamegyek körülnézni. A fiúk már elmondtak minden létező varázslatot. Talán találok valamit. Sean, nézd, semmi bajom a munkáddal. A módszereid szokatlanok, de eredményesek. Csak ne reklámozd. Nem én fújom fel a dolgot. Ismerlek, Sean. Sőt, sokáig társak voltunk. Tartozom neked, csak ne csinálj hülyeséget. Például? Ne dörgöld az orruk alá, Sean. A legtöbb zsaru szerint a tudománynak nincs keresnivalója a nyomozásban. Oké. Ha te mondod. Na, megint kezdi. Naplemente egy mágikus világban. És mi? Nyugi. Találtál valamit? Igen, ezt. Nem mágikus, mert akkor a helyi varázslatok megtalálják. Majd elemzem. Nem. Én kipróbálnék valamit. Új lenyomatot keresel? Nincs mit szégyelni rajta, már sok laborban bevezették. A bíróság nem fogadja el, de segít, ha a mágia már nem működik. De ezt ne terjeszd. Állítólag híre ment a dolognak. Tudom, nem varázsolsz ki hallgatáskor. Nem bízom benne. Megváltozik a tettes tudata. Mintha a részeg lenne. Nem hazudik, de elfelejt hasznos dolgokat. Vagy csak elájul és kész. Tudod, mi jobb? A szemükbe nézni. Nem tudom, hogy működik az autóm, vagy hogy támad fel egy halott, de tudom, mikor hazudnak nekem. Abból, ahogy pislognak, izzadnak, lélegeznek. És tudják, hogy nem varázsolok. Mégis tudom, ha hazudnak. És ettől megtörnek. Újra, meg újra. Gyere le a hullaházba, mutatok valamit. Sean még mindig utálja a zombikat. Muszáj ezt! Helen, hogy tudsz zombikkal dolgozni? Ennyek! Az egyetlen különbség köztük és Mr. Beaufort közt, hogy ők hasznosak. A sebb perzselődött. A gyilkos fegyverből kicsapott egy kis lángnyelv, valami tűz alapú mágia. Elmondtunk minden létező varázslatot, de nem érzékeltünk mágiát. Titkolhatták. Vagyis egy mágus. Soha nem láttam még ilyet, ez hatalmas mágia. Mindkettőnknek fura a munkája. Igen, szombat este a hullaházban. Ha Zsaru a második férjem, megérti. Erre ment rá a házasságot? Egy a számosok közül. Jövő héten véglegesítik. Tanács attól, aki átélte. Ha hordod a gyűrűt, nem váltál el eléggé. Igen. Hívja, ha rájöttél még valamire. Utálom a zombikat. Napkelte egy mágikus világban. Alternatív gyógymódok.
Sean megkeres egy profit. Ahó! Ahó! Segíthetek? Igen, maga ugye tudós. Hát, inkább hívjon pragmatikusnak. A tudós negatív értelmű. De ismeri a tudományt. Nos, miért kérdi? Gondoltam, segíthetne azonosítani. Lehet narkotikum, lehet... Nem érdekel. Magának aztán van pofája. Maga ezt nem érti, már elnézést. Azt megértem, hogy amióta megnyitottam, a rendőrség folyton csak zaklat. Minden kihágásért be akarnak zárni. Tönkretennék a hírnevemet, és csődbe vinnék az üzletemet. Ez az én megélhetésem, és ez az, amiben hiszek. És most segítsek is, még csak az kéne! Megtenné, hogy lenyugszik egy pillanatra, kérem! Szabad? Igen? Sean, meggyanúsítottad a szenátort? Hát kicsit túl kellett dramatizálnom, mert tudod, el kéne egy mágus segítsége, de nem hittem, hogy beválik. Hát bevált. Itt van. Vonszold ide a segged. Megyek is. Jó kis hely ez. Nagyon hangulatos. Gani Navo Shanchi. A szenátor beveti a mágiáját. A labor jól mondta. Nincsen nyoma mágiának. Ha csak nem hatalmasabb magánál az elkövető. Akkor országszerte 100-nál kevesebb gyanúsított marad. Mind fontos ember. Egy baráti jó tanács. Ha úgy zaklatja őket is, ahogy engem, mázli, ha csak az állását veszti. Úgyhogy előbb keressen alternatívát. Jól van. Hol volt pénteken? Komoly. Egy jótékonysági rendezvényen 200 másik fontos polgárral. Megkeressem őket? Arra nem lesz szükség, szenátor. Köszönjük, hogy eljött. Kikísérem. Kérem a nevét minden Booth szenátor erejét meghaladó mágusnak Los Angeles környékén. Két találat. Enem, Kofi. Ma reggel érkezett, hogy beszéljen a Tolerancia Múzeumban. Tovább. Churchill, Winston. Információt kérek. Úgy tűnt, Adolf Hitler okkult erekjékből származó hatalma legyőzhetetlen, de Anglia megmenekült, amikor Churchill megtalálta a mesés kardot, az Excaliburt. Erejével megvédte Londont a brittől, amíg Amerika hadba nem szállt. A háború után Anglia leghatalmasabb mágusa Merlin óta azzal döbbentette meg a parlamentet, hogy a tudomány legitimizálását javasolta. Sok primitív kultúra használja a tudományt a hétköznapokban. Ahelyett, hogy kinevetjük a tudományt, fel kéne fedeznünk, mint lehetséges fegyvert, azon okkult hatalmak ellen, amellyel a nácik milliókat öltek. Mint sok mágusét, Churchill életét a testében rejlő mágikus energia megnyújtja. Ma 130 éves korában visszavonultan él Kaliforniában. Ideje meglátogatni. Biztos meginna egy teát. A Churchill birtok. Ahó! Ahó! Van itt valaki? Az év legjobb sci-fi novellái. Tudja, nem veszem komolyan azokat, de szórakoztatnak. A történetek elég fantáziadúsak, de a tudományos rész égbe kiáltó. Bármilyen bolygóra mennek, mindegyiket Sophia Loren kinézetű nők lakják. Szóval ért a tudományhoz.
Ne hánytorgassa fel a rossz emlékeket, nyomozó. Csak azért vagyok hajlandó megvizsgálni a fegyvert. Mert olyan rég volt már, hogy bárki is komolyan vett engem. Na lássuk. Honnan szerezte? Egy régi ségkereskedőből. Látom, felismeri, akár be is ismerheti. A tudomány óriási hatalom, amely akár ölni is képes. És ha valaki a tudománnyal ölne magát, újra komolyan vennék. Ugye? Bejön a kapitányságra. Kérem, nyomozó. Ha meg akarnék ölni valakit, nemhogy holttest nem lenne, az anyja sem emlékezne rá, hogy valaha létezett. Attól tartó kénytelen leszek kitörölni mindenről az emlékeit. De meg kell néznem, hogy ebből mennyire emlékszik. Érdekes. Érdekes módon megtudtam, hogy szava hihető ember. Úgyhogy ahelyett, hogy kitörölném az emlékeit, felvilágosítom. Jöjjön velem. Ezt ne tegye többet. Nézze. Ez nem ez a város, igaz? De ez az. Egy párhuzamos föld, amely magáévá tette a tudomány alapjait. Ugyanez. Illúzió. Nagyon is valódi. Erről a helyről érkezett a gyilkos fegyvere. Pisztolya neve. A golyó egy 44-es magnumból van. Az nagyon erős pisztoly. A fém lövedéket, vagy golyókat lő hihetetlen sebességgel, robbanóportul hajtva. Az oka, miért nem talált mágiát, az, hogy nem mágikus. De ez nem lehetséges. Beleláttam az elméjébe. Megtudtam, hogy szeret bízni az ösztöneiben. Most mit súrnak? Azt, hogy most rám fér valami ütőspia. Kapitális ötlet, csatlakozzon hozzám. Többnyire hasonló a két föld alapvető kultúrában. Történelemben, intézményekben, egy fontos kivétellel. A technológiájuk alapja a tudomány, a miénk a mágia. A mi munkásaink varázslatokat tanulnak, az övéké szakmát. A gépeiket egyszerű áram hajtja. A miénket misztikus energiájuk listájuk. A mi világunkon a tudomány pusztán mítosznak tekintik. Legendának és gyerekmesének. Úgy látszik, a tündérmese életre kelt. Jól mondja, fiam. Egy nagy bökkenővel. Biztos tudja, hogy a vas ellenáll a mágiának. Hogyne. Minden zsarúnak adnak egy varázsálló mellényt benne vasszálakkal. Igen. Nos, az ő világuknak magasabb a természetes vas koncentrációja, mint a miénknek. Talán ez akadályozza a mágiát. Vagy talán egyszerűen csak máshogy alakultak a dolgok. Lehet. A tudomány nem mindenható, a mágia se. A mágia nem gyógyítja a rákot, és nem viszel minket távolabb a holdnál, úgyhogy nem is próbálkozunk. De a pragmatikus világban, a tudomány világában sose adják fel. Ötvözni akartam a két világ előnyeit, de te nem hallgattak rám. Honnan van ez a tükör? Jó, én csináltam, vagy 20 év betelt. És jókora mennyiségű misztikus energiába. És talán oda át is készítettek egy tükröt. Hát, fiam, attól tartok, ez bizonyos. Meg kell mutatnom a századosnak. Ó, az ég szerelmére, ne? Ha ennek a világnak a léte nyilvánosságra kerül, akkor kereskedni akarnának vele. Felfedezni. Valaki onnan átjött ide. 3 embert ölt meg, köztük a társamat. Hát, sajnálom.
de a dimenziók közti gát instabil. Ha nagy átjárókat nyitnának a dimenziók között, a gát összeomlana, és az katasztrofális lenne. A gyilkos már megsértette a gátat. Meg kell állítanunk, mielőtt késő. Sose csodálkozott, miért olyan más maga? A leendő exem is folyton ezt kérdezte. Ha? Úgy hiszem, egyedülállóan alkalmas ennek az esetnek a megoldására. Én? Miért én? Maga a mágus? A legtöbb embernek ide át van egy párja, oda át. Akinek nincs, azt úgy szoktuk hívni paradoxon. Azon a világon ugyanúgy, miképp ezen is. És ennek mi köze hozzám? Nyugalom, én ember. Csatasorba, vén ember! Miről beszél? Csak várja ki! Sérültem, Solna. Attól tartok. A varázsom csődöt mondott. Hogy a csodába érted el, hogy eltaláljon egy darabka ólom? Egy elhibázott kísérlettel. Mm. Lefogadom, hogy tudományos kísérlet volt. Méghozzá lyukat ütött a ház oldalába is. Igen. Azt hiszem, a szilánka beled befúródott, csak hiszem, mert a varázslataim nem árulják el. Ugyanazért, amiért a tiéd sem működik. A fém a testedben akadályozza a mágiát. Igen. Akkor súlyos? A seb önmagában nem. De a tested mágikus energiája tartott ilyen sokáig életben, Winston. Igen. De most. Most. Eltűnt. De ki kell vennie? De hogyan? A varázslásnak ellenáll. Nem. Mendemondák járnak a test felvágásáról, de primitív eljárás, és szerintem rögtön belehalna. Hát, köszönöm, Gwendem. Bízom benne, számíthatok a diszkréciódra. Hogyne. Maradj ágyban, ne erőltesd meg magad. Tudakozódom. Talán ki tudok találni valamit. Winston. Nem. Eszembe se jutott. Köszönjük, doktor. Pihenj. Töltsön egy pohárral. A másik világ. A tudományuk segíthet. Ne menjek át, vigyázva a dimenziókra. Hát... Esetleg egy kisméretű utazás nem jelenthet veszélyt. Átmehetnénk, ha még működne a mágiám. De a koromban, az állapotomban belehalnék. De valamit tennünk kell. Son, annyit éltem, ami kettőnknek is elég. Nem félek a haláltól. De mielőtt eltávozom, biztonságban kell tudnom a világunkat. Rajtam nem segíthet, de megmentheti a világunkat. Ez a mocsok ölte meg Pult. Országos körözést akarok. Vár, Son.
A tűzzel játszol. Mi volt az a szenátorral? Miért nem nekem szóltál? Erős a mágiám, elemezhettem volna. Egy mágus kellett. A lényeg, Sean, hogy mindig fedeztelek. Erre megkerülsz engem miért? Nemet mondtál volna. Igaz. De akkor legalább felkészültem volna rá. És van más nyom is? Van. Amit csak kétségbeesésemben követnék. Zárva vagyunk. Csak lenne néhány kérdésem. Ó, és úgy gondolta, olyan elbűvölő volt a múltkor, hogy képtelen volnék nemet mondani. Csak azt kérem, hogy nézze meg ezt. Kifizet. Ez meg mi? Tudomány. Valaki ezt használta, hogy megöljön három embert. Meg akarom állítani, segítenie kell. Mi is a neve? Sean Nault. Tudja, hogy hívja fel magára a figyelmet. Hát igen. Nem igazán sikerült hozzászoknom. Az biztosan jó hely. Talán nem. Ez lőpor. A kínaiak találták fel századokkal ezelőtt tűzi játékra, mielőtt a mágia túlhaladta. Ez milyen fegyver? 44-es magnum. A legerősebb marok fegyver. Simán szétrepíthet egy fejet. Mi van azzal a porral? Hát, van egy olyan dél-amerikai növény, hogy kokacserje. A benszülöttek orvosi célokra használják, ez pedig nagy koncentrációjú porítás, narkotikus hatású. Tehát minden egy tudósra utal? De ha a gyanúsítottja egy szárnyas lovon ült, akkor ő nem tudós. Mert a lovak nem így születnek, ez mágia, mint a háromfejű kutyáknál. Sokunk szerint ez természetellenes és kegyetlen. És engedély kell a birtokláshoz. A fegyvert követtem, pedig a lovat kellett volna. Köszönöm. Lenor? Segíthetne. Tudom, hogy üzletet vezet, de a kapitányság kompenzálni fogja. Szóval, ha hajlandó, akkor... Azután, amit mutatott? Csak próbálnám megakadályozni, nyomozó. Menjünk! Jól van? Zombik. Utálom őket. Az Exotix a nyugati part kizárólagos exotikum beszállítója. A rendfenntartók a fő ügyfeleik. Jól van. 20 millió volt kifejleszteni, úgyhogy fogjátok le! Na! Fogd a kötelet! Ne csak átcsorogj ott! Fogd a kötelet! Vigyázz! Ne ereszd el! Nyugi! Hé, fogd meg! Fogd a kötelet! Az állat nyilván ideges. Nyugi! A mágiának ezt az oldalát utálom, ha tudnák, hogy mit művelnek. Nyugi! Vigyázz! Állj! Jól van, gyere le! Ne félj, gyere le! Jó. Na látod, nagyon szép vagy. Kaptál két gyönyörű szárnyat, senki se fog bántani, jól van. Ezt hogy csinálta? Viselkedés tudománnyal. Akar egy állás? Mr. Ebbets, Nolt nyomozó. Én hívtam. Beszélgessünk az engedélyéről. Itt minden törvényes. A nyugati parton egyedül az én cégem hozhat létre mágikus lényeket. Minden eladás dokumentálva van. Az ügynökségem voltunk Lenorral, mielőtt idejöttünk. Nem jelentettek eltűnést. Akkor más hozta létre a lovat, amit keres. Illegálisan. Ki? Hisz. Ezt évekig tart elsajátítani. És jól is fizet. Aki képes rá, nem hamburgert süt, hanem itt dolgozik. Hát nézheti az aktáinkat. Mert az alkalmazottaim fedhetetlenek.
Az egzotikumoknak nagy fekete piaca van, több százat csempésznek be. Úgyhogy tisztázza az embereimet a vádak alól. És zaklasson olyanokat, akik ténylegesen törvényt szegnek. Újra Lenornál. Hát, ez érdekes volt. Bizony. Ellenőriztem minden alkalmazottat. Mind tiszta. Talált valamit? Létezik ez a fekete piac, de alig van igény lovakra. Akinél meglátják, azt lecsukják. És a fegyver? Még senki sem hallott hasonlóról se. És a fantomképet se ismerte fel senki. Csak lesz valami. Miért érdekli a tudomány? Hát... mert van értelme. Tudja? Mármint a mágia nyilván működik, de nem tudom megmagyarázni. Nem bízom benne. Van magyarázat a mágiára. Igen, jártam suliba. Tudom, mit mondanak. A világ tele van a misztikus energiával. Még varázslatokat is ismerek. De miért működik? Ugye érti? Ja. Sokakat nem zavar, csak azt számít, hogy működik, de nekem ez nem elég. Megértem. A tudományban legalább van logika. Maga egy tudós. Tudok varázsolni. Csak nem működik az az egy varázslat se. Jó tudós vagyok. Ha mindenki felvállalná, egy csomó tudós lenne. Akkor tusé. Mi az, Helen? A fickó a fantomképen. Meglett. A kórházban? A hullaházban. Már is megyek. Mi okozta ezt? Hát, kőszilánkok a sebekben, egzotikumokhoz hasonló mágia gyenge nyomai, egy gólem vagy kiméra. Van neve? Nem, még nincs, de már keressük az elkövetők és az eltűntek között. Valami csak lesz. Ne számíts rá. Hát, mutatok valamit. Újra a Churchill rezidencián. Egy világ. És itt minden a tudományon alapszik. Akkor a hullánk onnan jött át? Vagy áthozták. A tárgyai engedélykötelesek. Szárnyas ló, kimérák. Nem az ő világáról valók. Volt itt egy társa. Ki? Ez a nagy kérdés. Nyomokat kutatnék a lakásán, de az oda át van. Mindenképp vigyem magával. Úgy terveztem. Egyébként már is indulunk. De hogy fogunk átjutni innen oda? A segítségemmel. Hölgyeim, bemutatom Sir Winston Churchillt. Az ég szerelmére hívjon Winstonnak. Jöjjön. Jöjjön felém. Hadd helyezzem magára a kezem. Nagy erő van magában. Erősebb a legtöbb nekromantánál. Az erőm majdnem elfogyott. De ismerem a veszélyt, és vezethetem. Magára nem lesz veszély. Csak azokra, akik utaznak. És ha hibát követek el? Meghalhatnak. A dimenziók által olyas valaki manipulálja, aki elég hatalmas, hogy ledöntse azt. A tétlenséggel mindkét világot kockára tesszük. Valóban. Remélem tudja, mit csinál. Ez vicces. Aki utoljára mondta ezt nekem, Neville Chamberlain volt. 24 óra múltán visszahozzuk magukat. Az utazás megterhelő lesz, de találnak helyet, ahol megpihenhetnek.
Az alvás a legjobb módja annak, hogy alkalmazkodjanak. Tegyék a rúnákat a lelki szemeik előtt látott sorrendbe. Tegyék meg! Gaia, Zulon, Lomagen Enderma, Slogomagnur, Slomagaya, Es, Kemregiskam, Marinara, Avari, Kumbarai, Amaya Santa Gedu, Sulafam, Sim Kamala, Tetenzi, Julia, Gesdunera, Gesdunera, Ibizis, Gesdunera, Ibizis, Jóta, Megidézlek, Most, Megidézlek, Sikerült. Jól van? Igen, csak szédülök. Jól van. Szóval, mivel kezdjük? Hát, előbb pénz kell. Az ő pénzük kicsit eltér. Szerencsére az aranyat itt ugyanúgy megbecsülik. Churchill adott egy keveset. Menjünk. Ellátogatnak egy zálogoshoz. 5 lepedőt is megér. Adok 300-at. Azt mondta, ez megér 5 lepedőt. Nekem nem. Nekem 300-at ér. Kell a csem. Ezek mindegyik bolygón egyformák. Jól van. Mennyi a gyűrű? Egy gyűrű. Tjö. Ezután bezárhatok. 3-10. 10 dolcsi a gyűrű. Nekem jó így. Azért mennyit kér? Ez nem eladó. Nem, hanem a cukorfalatért. Vigyázzon a szájára! Jó van, na, nyugalom, haver, ez csak poén volt. Kezeltesse magát, vagy mi. Mennyi volt? 2-10? 3. Igaz. 3-10. Ez golyó kell. Tudja mit? A házája. Köszönöm. És most? Pihenünk. A pihenés fegyver. Azt hittem, 2 szobát kapunk. Azt hihették, hogy maga meg én... Jó lesz. Én... Őrmester, alig maradt belőle valami. Ez a helyszínelők csak a tudományról szól, ez... A fogsor alapján kell azonosítanunk a testet. Már is leviszem a hullaházba. Tudja, hogy azonosítanak itt hullákat? Igen, őrmester, már is. A fogsor alapján. A fogsor alapján. Ki hitte volna? Tudta, hogy az emberek teste megváltozik, ha hazudnak? A verejtékezés, pulzus, szemkontaktus, mindig meg tudtam mondani, mindig, de most már megértettem, hogy miért. Tudom. Itt minden annyira igazi. Mindennek van értelme. Majdnem, ezt még nem egészen értem. Olyan nagy szabadságérzetem van itt. Mindenki elmehet a képességei és intelligenciája határáig. Állítólag a mi világunkban is így van, de ez hazugság. A mi világunkban, aki nem ért a mágiához, az semmire se viszi. Ezt nem fogadtam el. Ebben más maga, mint a legtöbben. Mindenki ezt mondja. Köszönöm, hogy elhozott. Szívesen. Jó itt. Elnézést, sárknyomozó. Köszönöm. No kérem, nem sokára bemenek. Már vagy fél órája itt van. Igen? Igen. Akkor csak maradjon türelmes, jó? Sharp nyomozó? Igen. Chris Sharp. Segíthetek? No.
Hollywoodi körzet. Szeretném azonosítani őt. Egy tetthelyen látták. Merjünk csak. Igen. Clyde Hillman, eltűnt személy. Elkövető? Igen, az. Ki hinni? Egy ilyen menő tudós. Tudós? Fizika professzor. Öngyilkosnak hittem, de a társam szerint terrorista gyanús. Talán az akarata ellenére keveredett bele. Kaphatok egy másolatot? Ez is másolat, tartsa meg. Köszönöm. Mi a mobil száma? Felhívom, ha van fejlemény. Tudja, elromlott. Akkor felhívom a hollywoodi kapitányságon. Én fedett vagyok. Hívjon fel itt, 8-as szoba. Sok sikert. Köszönöm. Kezdetnek nem rossz. Felhívtam a számomat, de foglalt volt. Hillman professzornál. Ez honnan van? Hirdették. Egy képregény. Hátuljában. Ó! Oh. Csak ő után. Köszönöm. Ezt nézze. A jelentés szerint Hillman kollégái az egyetemről megvizsgálták ezt. De nem értették. Azt hitték, megőrült. Hát tévedtek. Ezek itt rúnák. Ezekkel közlekedett ide-oda. Ha ezt összekötjük a mi tükrünkkel... Átvihetünk felszerelést. Megmenthetjük Churchillt. A rendőrség miért nem jött rá mihez? Nem tudták, hogy mit keressenek. Mi igen. Nagyház, váljunk szét. Hívjon, ha lát valamit. Rendben. Minotaurus egy tudományos világban. Hillman vajon mit rejteget itt? Lássuk csak. Hát, csak egyféleképpen szedhetlek le, nagyfiú. Minotaurusokkal? Mi van itt? Na? Jól van, és most? Amikor Riley beszélt a zsaruval, találkoztam egy ismerőssel. És nem ismert fel engem. Felhívtam a szüleimet, és nincsenek gyerekeik. Churchill említette, hogy egyeseknek nincs itt megfelelője. Ez talán magyarázat, hogy miért olyan tehetséges tudós. Én itt nem létezem. És nem fura érzés, élhetnék itt is. Ide tartozhatnék. Ki az? Sárt nyomozó, emlékszik? Találtam valamit az üggyel kapcsolatban.
Hello, sajnos most sietek. Csak egy pillanat. Bejöhetek? Jöjjön csak. Tessék. Mire jött rá? Nincs Sean Nolt nevű rendőr Kaliforniában. Egy adatbázisban sincs benne. Ki az ördög maga? Hogyan lehet ez? Lehetséges! Jó, menjünk! Hallotta ezt? Én se létezem! Jól van? Igen. Nyugi, csak egy óra. Kihitte volna 4:20. Tudja ez mit jelent? No csak. Szalad az idő. Ideje menni. Ciao. Jaj, a tükör! Sean! Jaj, ne! Összetört! Akkor nincs visszaút! Ezen át nincs. Miért? Nem találtak semmit se? De rájöttünk, hogy ki áll az egész mögött. Akkor a küldetés sikeres. Igen, de... Jó, sikeres volt. Azt is megtudtam. Paradoxon vagyok. Tudtam én, öreg fiú. Beleláttam az elméjébe, emlékszik? Nekik is van tükrük. Megtaláljuk. De előbb lefüleljük ezeket. Ez elég ósti. Honnan szedted? Egy informátortól. Nem mondhatom meg, hogy kitől, de házkutatásra elég. Tessék, barátom. A szép időkre. A szép időkre. Ezek a képek mind befolyásos alakokról készültek. Kompromittáló helyzetekben. Gépekkel szereznek infót róluk. Ez ellen nem véd a mágia. De kik ezek? Hillman és még? Mindjárt kész van. Gyorsan. Richardson mindjárt visszajön. Csak türelem. Működik is. Busz, szenátor, elnézést. Semmi gond, Bill. Az asszisztensemmel épp az úti tervet beszéltük meg. Kérem, kövessen. A rohadék, a szenátor. Ezért próbált megfélemlíteni, hogy ejtsem az ügyet. Mm-hmm. Igen, nem egy átlag drop dealer. Churchill az egyetlen mágus a környéken, aki leleplezheti. Ezért próbáltam megölni. Jól van. Irány a bíró. Ez egy szenátor. Udvariasak leszünk, ha együttműködik. Vigyázzatok, élvonalbeli mágus. Mi ez itt? Jó reggelt. Ez egy házkutatás. Miért? Zsarolási ügyben. Most viccel? Mutassa. Hát, úgy látom, minden rendben. Tessék. Köszönöm. Na, jól van, gyerünk. Nem ér rosszul, az biztos. Smith Jones van a konyhába. Ti ketten maradjatok. Vizsgáljuk át. Sean, gyere fel velem. Ez egy mágus. Azt hiszed, ez működni fog? Ez jogos. Sean, van itt valami. Nem bizonyít semmit, de jó nyomon haladunk. Beaufort üzlete. Bingo. Akkor próba szerencse. Uraim! Ezek a vassalásződ mellények hamis biztonságérzetet nyújtanak.
Kár, hogy nem fednek le mindent. Nem találtak semmit. Ebből semmire se emlékeznek. Százados, van itt valami. Mi ez itt? Ezt nézd. Hát megtalálták? Sose. Elég! Egyetlen varázslat, és a bizonyíték eltűnik. Csak hogy fontos nekem, úgyhogy az emlékeiknek kell eltűnniük. Elmondom, mi történik. Semmit se találtak. Felmentenek minden vád alól. Elintézem. Szenátor! A szenátorral egy követ fújt. A drogok, a zsarolás a szenátor hatalmát növelték. Elnök akart lenni. Úgy gondolta, hogy elszabadult a dolog, amikor Beaufort és a dealer nagyobb részesedést akart. Hillman megölte őket, a szenátor pedig őt ölte meg. Természetesen a hivatalos verzióból kihagytuk a másik világot. Zsarolás. Politikai hatalom. Az egész olyan prózai. Valaki képes világok közt utazni, és ezt ilyen kicsinyesen használja. Vajon nincsen több e mögött? Hát, lehet, de mármint meghalt. Winston, tartson ki, kérem, megkeresem a tükröket. Ahhoz már túl késő van. Tudom, azt hiszi, ha nem látogat el hozzám, tovább éltem volna. Lehet. De kevés esztendőm lett volna már hátra. Valamint eseménytelenek is tettek volna. Mint mondottam, a legtöbb embernek ezen a világon van egy megfelelője a másikon. Keveseknek nincs. Maga egy paradoxon. Legalább annyira része a másik világnak, mint ennek. Nekem mit bevégeztetett? Szeretném, ha ezt megkapná. Én is örököltem. És most jog szerint a magáé. Idővel maga is fog találni valakit, akinek a jogos jussa lehet. Isten önnel, barátom. Isten önnel is. A szenátor házában megkeresem a tükröt. Tudom, mennyire visszavágyik. Az a másik világ elképesztő hely. Fantasztikusan élhetnénk ott. Churchill is odaátra vágyott. Tudom, hogy nem régóta ismerték egymást, de nagyon szerette magát. Igen? Igen. Csak örült, hogy találkozott egy rokon lélekkel. Az biztos, hogy én örülök neki.
szenátor kúriája. Nincs tükör. Biztos voltam benne. Hello. Hello. Sikerrel jártál? Nem volt ott. Hát, gondolkoztam. Talán nem is tükör. Talán mást használtak. Vagy akár itt is maradhatnánk. Tudva, hogy mi van oda át. Nem vagy itt boldog? Az lennék, ha nem emlékeztetnél rá folyton. Ne engem hibáztasson. Nézd magadra, egy halott fickó lezárt esetével próbálod elterelni a figyelmet. Ez nem csak figyelem elterelés. Valami hiányzik, ami... Churchill mondta, hogy ez több ennél. Te akarod megtalálni azt a hülye tükröt, hogy elmenj. Annyira átmennél, hogy más nem is érdekel. Szép mondhatom. Mi az? Most csak úgy elmész. Miért nem zársz be te? Még itt van. Semmi szokatlan nincs a fogával. Nem láttam semmit. Nézd. A világon semmi. Először látok zsarut izgulni, mert nem talált valamit. A világán nem mágiával gyógyítják a lyukakat. Betömik. Az aktája szerint 3 aranytömése volt. Ennek nincs. Ez nem a másik világ hílmenje, hanem a mi világunké. Ez biztos. Egy hete próbálják azonosítani. Nincs az eltűnt személyek között, nincs Prius-a, semmi. Nekem több információm van. A neve, az életútja. A másik világhoz köti. Kösz. Hello, Lenort hívta. Ha a nyitvatartás alatt hívott, épp elfoglalt vagyok. Hagyjon részletes hívhat. Segíthetek? Igen. Hé, hey, várjon! Ki a franc maga? Glenn Hillman! Én ki az ördöge maga? Glenn Hillman! Glenn Hillman nem a fivérem! Nem Clyde, az ikertestvérem! Glenn vagyok! Ikrek? Ikertestvér? A testvére halott. Azt hallottam, az utcán élt. Okos srác volt. Angolból, töriből nagyon jó. De nem értett a mágiához. Már kiskorunkban is zaklatott volt. És inni kezdett. Mintha üresség lett volna benne, amit meg akart tölteni. Azt hittem, én iszom sokat. A pia miatt kirúgták, pénzt adtam neki, italra költötte. Azt kellett mondanom neki, hogy magára maradt. Családom van. Hát, részvétem. Egy ideje már vártam, mert egyre többet ivott. Egy másik rendőr megkereste, de addigra már késő volt. Másik rendőr? Igen, az a százados. Hogy is hívják? Pár hete jött. Papász. Papil? Igen. Azt mondta, Clyde tanította a suliban, ezért akart segíteni neki. És megmondta, hol van a testvére? Meséltem a hajléktalan szállóról, ahol a hideg éjszakákon aludt, de azon nem lehet segíteni, aki nem akarja. Ez nem lehet. Mennem kell, köszönöm az idejét. Köszönje a századosnak, aki megpróbálta. Jó.
Renault hívta. Ha a nyitvatartás alatt hívott, épp elfoglalt vagyok. Hagyjon részletes üzenetet, és visszahívom. Én vagyok az. Hív vissza, ha tudsz, jó? Sajnálom, hogy... Csak hív fel. Kormánytisztviselőként a szenátor jogosult volt az exotikumokra. Nem mondom, hogy törvényt szegtek. Tisztára mosták, a vállalata makulátlan. Továbbra is megnézheti az aktáimat. Köszönöm. Bocsásson meg, nyomozó. Mindjárt megyek. Ne, Sean, várj. Én sajnálom, én... Igen, én is. Mindjárt megyek. Ne, Sean, várj. Lenore. Sean. Hello. Úgy sajnálom. Nem, én sajnálom. Nem, ezt nem érted. Hello, Sean. Hello, százados. És most megölsz? Megölni? Sean, szívességet tettél. Ah, persze, hogy ne. Elintéztem a szenátort. Tudta, hogy Hillmannel társak vagytok? Nem. Szegény azt hitte, ki használja Hillmant. De végig mi használtuk ki őt. A hatalmával és befolyásával. Nagyon hasznos volt. Végül bizonyítékot rejtettél el nála. A többi az én dolgom volt. Hát, zseniális. Kösz, Sean. Nem akar megölni, csak átküldeni a másik világba. Így igaz. De előbb tudnom kell még. Kinek beszéltél rólam? Senkinek. Senkinek? Ugye megbocsátod, ha nem elég nekem erre a szavad. De amint megérkezünk majd, megtudom magamtól. Jéghideg van itt. Majd felforrósodik a helyzet. Á, olyan jó újra látni, nyomozó. Elég lesz. Többel is tartozom. Szerencséje, hogy most nem érünk rá erre. Jó. Nehogy elkéssen a saját temetéséről. Sean, kissé meglep, hogy nem becsülöd meg jobban, amit csinálunk. A világban a minőségnek kéne számítania. De mi tudjuk. A mágikus fogékonyság, ami számít. A másik világban felfedezték a DNS-t. A robotikát. Az űrutazást. Nekünk a mágia, mint egy mankó, a társadalmunk pedig stagnál. Mindkét világ hiányos. Hillman professzorral összehozzuk e kettőt. Egyesítjük. Ez ő. Churchill szerint ez milliárdokat ölne meg. Az ölés olyan csúnya szó. Egyes túlélők a mágiát fogják ismerni, mások a tudományt. Megtanítjuk egymást. Egy jobb világot teremtünk. Egy tökéletes világot. Tökéletes emberekkel. Ezt mintha már hallottam volna. Akkor se sikerült. Ez a világ tömegsírra fog épülni. Persze, aki bebiztosította magát, Hillman megölte az itteni párját, és ami téged illet, biztos neked se él az ikertestvéred. Hát, Sean, igazad van. Nincs garancia rá, hogy ez működik. Fogalma sincs, a mágia és a tudomány mire képes, ha segítik egymást. Mágia? Tudsz pár varázslatot, nem vagy mágus? Hát persze. Azt hiszed, ez a valódi kinézetem. A színfalak mögött dolgozva, Sean, többet értem el, mint amiről a legtöbb mágus álmodhat. És most végre közel kerültem a végső megoldáshoz. Nos, induljunk. Nyugalom. Évek óta próbálom áthágni a dimenziógátat, és megtaláltam a századost.
Együtt végre sikerrel jártunk, és kiderült, hogy hasonló nézeteket vallunk. A nagyobb jó elérése mindig nehéz döntéseket követel, mert ez itt jobbá teszi a világot. A legkiválóbb alkotásom. Ez elég nagy átjárót nyit, hogy összezúzza a dimenziógátat. Új földet teremt! Amikor már elég drogpénze volt, hogy megépítse, a társai bizalmi gondot okoztak. Mindig mondtam, hogy jó nyomozó vagy. Erre. Sean, itt van. Így van. Hát nem gyönyörű. Amint az utolsó fázisba lépünk, nem szakíthatnak félbe. Tehát tudnunk kell. Ki tud még rólunk? Kiszámítható vagy. Hazugságvizsgáló. Kizárólag magának készült. Fogd meg, Sean. Csak válaszolj mindenre, és viszonylag fájdalommentes lesz. A neved Sean Nolt? Igen. A következő kérdésnél hazudj. 100 esztendős vagy? Igen. Jó. Szóval a szobán kívül ki tud még rólunk? Senki. Úgy látszik, ezt újra kell próbálnunk. Azt várod, hogy válaszolok, ha megölöd? Nem, Sean. Azt várom, hogy meghalj. Milyen kár? So many places without killing her, but what a way. Százados. Jól van. Jó egek! Helen! Helen a halott kém, de nem lép közbe. Igaza van. Fogja meg. Fogja meg. Igazam van? Igaza van. Igazat mond. Van még valaki, Sean? Nem. Jól van. Már csak át kell írnom mindkettőtök elméjét, hogy mindketten boldog, hasznos tagjai legyetek az új társadalomnak. Elég, most meghalsz! Dobja el! Nem is tudja használni. Engem többet ne becsüljön alá! Lenore! Ha összezúzom a tükröt, soha nem fog visszajutni! És tudom, hogy mennyire vágyik rá. Amit én itt elértem, az esélye, hogy megkapja, amit mindig is akart. Egy helyet, ahol elfogadják és megértik. Azt hitte elérhetetlen. De nem az, Lenore. Ugye nem hallgatsz rájuk? Igaz. Igaza van, Sean. Mi? Sajnálom, Sean. Annyival boldogabb lennék ott. Készítsd elő a gépet! Irány a vezérlő! Menj a túloldalra, ott biztonságos. Nem, veled megyek. Nem biztonságos, utánuk kell mennem. Nem hagylak el. Csacsi. Indítsd a gépet! Adja fel! Nincs pisztolya, nekem még van! Mégis mit akar egy pisztolya? Isten hozott titeket! Futhat, de nem bújhat el! Szárnyas lovat már látott. Elképesztő, mit be nem szerezhet egy rendőr. Egy szenátor pedig még annál is jobbat. Szóval... bemutatom az Exotic vállalat legújabb beosztottját. Ezt hogy érti, Sean? Mi van ott? Jó ég! Mozgás!
Na jó, nem jött meg. Tessék, menned kell. Én addig elcsalom. Ne, azt nem tehetem. Vagy ez, vagy meghalunk. Menj a tükörhöz, és menj át a kapun. Nem, együtt megyünk. Nem. Csak menj át, és már is jövök utánad. Kész van. Szekorú. Szekorú. Okidori. Szekorú. Tatán. Szekorú. Vito. Szekorú. Korszak kezdődik. Van még dolgunk ebben a korszakban. Sajnálom, hogy így végződik. Nem ugrálhatsz örökké! Öld meg, vigyázz! Sean!
Mindig keresni fogom az átjárót. Akárhol vagy, oda tartozom. Többnyire alapvetően hasonló a két föld kultúrájában, történelmében, intézményeiben. A mi világunkon a tudományt pusztán mítosznak tekintették, legendának és gyermekmesének. Egészen mostanáig. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.